November közepe van, ismét a vízparton vagyunk, 72 órás horgászatra érkeztünk meg. A helyszín ismét a Széki-tó. Bemutatnám új csapattársunkat, Dávidot. Sziasztok! Ezt a horgászatot hárman fogjuk végignyomni, reméljük, hogy tudunk majd nektek pár szép halat mutatni. A botokat már behúztuk, a tábor áll. Megradaroztam itt az előttünk lévő helyet, és igazából nagyrészt egysíkú az egész, olyan 5 méter mélységben. Helyeztünk le bójákat, megetettük, és igazából most elkezdtük a kaját fölrakni. Csinálunk egy kis csilisbabot, halakat megvárjuk. Valójában ez egy új hely, itt még soha nem horgáztunk, ez a tónak az egyik sarka. Azért esett a választásunk erre a helyre, mert rendkívül nagy, széles terület áll előttünk. És mint ahogy már említettem, ez egy ismeretlen része a tónak, amit még nem horgáztunk meg, úgyhogy szó szerint bármi megesett. November 15-e van, a víz körülbelül 9 fokos, szóval elég hideg idő elé nézünk. És a halak is, de reméljük, hogy a kapó kedvét nem marad a láb. Vagyunk szombaton, két sikertelen kapás után, harmadik kapásra jött egy 17 kilós tükrös. Őről lenne szó. Délután van, és a sokadik 8-10 kiló körüli alután úgy döntöttem, hogy a jobbos botomat egy teljesen új helyen fogom megpróbálni. Egy új csalival, valamint PVA zsinort is fogok használni. A PVA zsinór az több szempontból is előnyös. Ugye meg is fogom nektek mutatni, hogy miért szeretem használni. Ugyanis egyrészt ugye koncentrált etetést tudunk vele megvalósítani, másrészt pedig biztosítani tudja azt, hogy a hajszálaink véletlen se tekeredjen fel a horgunkra. Ezt most megmutatom nektek. Első körben gyorsan felcsalizom a hajszálaikét. Egy szem 24-es bojli lesz a csali. Keresünk egy stoppert neki. Jó. Ebben az esetben, ha hajszálvekkel használata nélkül, ugye megvan az esélye annak, hogy a leengedéskor a hajszál az ugye feltekeredik. Viszont, hogyha PVA-t használunk, akkor ezt egyszerűen ki tudjuk küszöbölni.
következő módszer segítségével. Megvan a kész PVA zsinórunk, felfűzzük a boilerra, majd a horogra. És jól látszik, hogy hozzá tekerjük szorosan a hajszálelőkét a horoghoz. Ezáltal azt érjük el, hogy kevesebb mozgásteret adunk a felcsalizott hajszálelőkének, és nem lesz lehetősége rátekeredni a orgunkra. Jól látható. Tehát mind a mellett, hogy koncentráltan tudunk etetni, biztosak lehetünk abban, hogy nem keletkezik gubanc leengedéskor. Ez kész is van, nincs más hátra, mint behúzni és várni a halakat. Reggelén járunk, amikor sikerült végre egy értékelhető halat fognom. Itt meg is mutatnék most nektek. Egy szép húzós kapásra érkezett, vagy rövid fárasztás után meg is adta magát.